Augusztus 1-én egy csapatépítőnek szánt szalonnasütéssel kezdte el a felkészülést a 2024-25-ös idényre a nyírbátori csapat, majd elkezdődtek az edzések. Tréki Tamás maradt az edző, de a játékos keretben történtek változások. Öt meghatározó kézilabdázó távozott, helyükre öt új játékos érkezett, és a saját nevelésű fiatalok közül is többen felkerültek az első csapathoz. Örömmel mondhatom, hogy az elmúlt évekhez képest bővebb kerettel tudunk számolni, az annak köszönhető, hogy több saját nevelési fiatal került föl a keretbe. Jelenleg 18 fős a keretünk, ami gyakorlatilag úgy oszlik meg, hogy egy 60-65%-a már úgymond saját nevelésű fiatalokból, illetve helyi kötődésű játékosokból áll. Tehát kétharmad, egyharmad nagyjából az arány, ami úgy gondolom már jónak mondható, és ez amikor 7 évvel ezelőtt gyakorlatilag elkezdtük a közös munkát, akkor ez az arány lényegesen rosszabb volt a helyiekre nézve, de a 7 éves utánpótlás nevelő munkánknak, illetve ahogy alakultak a dolgaink, annak köszönhetően most már elértük ezt a egészen jó arányt. A Nyírbátor az elmúlt bajnoksághoz hasonlóan az NB2 D csoportjában szerepel majd, mégpedig a Hajdúszoboszló, a Balmazújváros, a Deac 2, a Hajdúböszörmény, a Hajdúnánás, a Kisvárda és a Szikenyi Regyháza társaságában. A minimális cél az, hogy az alapszakasz végén a legjobb négy között, azaz a felsőházban legyen a csapat. Elkészült a csoportbeosztás, jelenleg folyik az időpont egyeztetés, ami azt jelenti, hogy konkrétan a mérkőzéseknek az időpontját a csapatok egymás között leszokták egyeztetni. Szeptember 14-15-ei hétvégén kezdődik a bajnokság. Mi a tavalyi évhez hasonlóan a D csoportban vagyunk, ami azt jelenti, hogy 5 Hajdú megyei csapat van benne, illetve 3 Szabolcs megyei, de továbbra is a 8 csapatos alapszakasz megy, mint az elmúlt évben. Aztán majd utána a 2 8 csapatos, a C csoportnak a másik csoportnak a adott helyre kerülő csapataival fogunk játszani, alsó vagy felső házat. A kitűzött célunk egyértelműen, amit Tréki Tamás edző, illetve a vezetőség meghatározott, hogy próbáljuk az alapszakaszt első helyen végezni, mert úgy van értelme neki menni egy bajnokságnak, tehát továbbra is mindenféleképpen az, hogy a felső házba kerüljön a csapatunk. A Nyírbátor a tervek szerint 5-6 felkészülési meccset játszik a bajnoki rajtig. A programban szerepel egy 6 csapatos Berettyóújfalui tornán való részvétel is. A nyitófordulóban szeptember 14-én a Balmazújvárost fogadja a Tréki Tamás együttese.